Számmal jelentünk meg, várkon felül, úgyhogy még az a meghívott vendégeken kívül, még utána sokkal beszéltem, hogy személyesen meghívtam, és úgy látom, hogy azok közül sokan elfogadták a meghívást, hogy nagyon örülök neki, hogy ilyen szép számmal jelentünk meg. Én egy pár szóval beszámolót tartanék arról, hogy mit is tettünk az idei évben, vagy milyen rendezvényeink voltak. Először is azzal kezdtük az évet, hogy Fort Silvestert tartottunk a vadász vendéglőbe. 26-an mentünk el, mindenki a saját fogyasztását fizette, tehát nem az önkormányzat pénzét. Félre ne értse senki, hogy az önkormányzatnak hiába van pénze, hanem mindenki a saját pénzét fizette, mert úgy vagyunk vele, hogy nagyon sokan vagyunk közvegyek, akik egyedül nem megyünk be egy vendéglőbe, de így 25-en, 26-an oda mentünk, és nagyon jól éreztük magunkat. És úgy érzem, hogy ez nagyon szép volt, mindenki nagyon jól érezte magát. Utána voltunk Suron a Farsangon, ahol nagyon jól éreztük magunkat, nagyon-nagyon köszönöm a Suri nyugdíjasoknak, hogy eljöttek, és Ildikót a klubvezetőt is nagy szeretettel köszöntöm, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat náluk, és ez egy maradandó, szép gesztus szerintem. Utána csopakon voltunk a regionális találkozón, és utána pedig a csopakiakat láttuk vendégül a farsangunkon, a csopakiakat és a ludariakat. Nagyon jól éreztük magunkat, itt tartottuk a farsangon, és szeretettel üdvözlöm a Dudari Nyugdíjas Klub tagjait és a Dudari Nyugdíjas Klub vezetőjét, Hász Jánosnét is. Utána voltunk Agáron egy zenés-táncos álbemutatón, ahol a Suriakkal és a Dudariakkal voltunk szintén közösen. Nagyon szép élményünk volt, egy nagy busszal mentünk, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Aztán Dudaron tartották a születésnapos ünnepét, ahova szintén meghívtak bennünket, nagyon jól éreztük magunkat ott is. Utána Csóron voltunk a regionális nóta és népdal versenyen. A polgárházaspár tovább jutott az országos versenyre, mert ez egy országos magyar nóta és népdal megmérettetés volt, és polgárházaspár tovább jutott az országos döntőbe, Győrbe. Majd mondom annak is az eredményét. Én egy idős képzésen vettem részt, ahol egy szenior tanácsadó képzésen, ahol oklevélben elismerték, hogy elvégeztem ezt az idősek számára fontos tanfolyamot. Aztán voltunk Fonyordigeten egy sportnapon, ahol nagyon-nagyon jól éreztük meg magunkat.
Ott mindenféle sportot ki lehetett próbálni, idősebb, fiatalabbnak való. Nagyon jól éreztük magunkat, egész napos program volt. Aztán Győrbe voltunk a polgárházaspárral. 89 versenyzőből polgárék a külön díjat hozták el. Szívből gratulálunk nekik, mert ez egy nagyon szép eredmény, hogy az országnak a legjobb énekesei közül, mert három válogatáson ment keresztül a válogatás, először a megyei döntő, aztán a területi döntő, és utána pedig az országos döntőbe kerültek. És azért oda már elég nívós együttesek vagy énekesek mentek, és onnét hozták el a külön díjat. Olyan díjak voltak, hogy az évhangja is a külön díj, és a külön díjasok között ők is bent voltak, úgyhogy gratulálunk nekik. Ezen kívül tartottunk nőnapot, anyák napját, fiúnapot, névnapokat, Tudaron a bányásznapon voltunk, színházban voltunk, Veszprémben, aztán kitűzőket készítettünk, ami az Őszi Rózsa Nyugdíjas Klub emblémája van rajt. Úgyhogy ezek voltak röviden az idei évnek az eseményei. Én úgy érzem, hogy nagyon szép évet zártunk, hát még egészen nem zártuk be, de úgy érzem, hogy nagyon jól szórakoztunk. Mindenik helyen, ahol voltunk, meg úgy érzeztem, hogy akik ide jöttek hozzám, ők is nagyon jól érezték magukat. Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna elmondani, és akkor kérném szépen, hogy a műsorunkat hallgassák meg. Először Varga Gizella mondaná el egy szép verset. Köszönöm. Vas Albert, üzenem haza. Üzenem az otthoni hegyeknek, hogy a csillagok járása változó, és törvényei vannak a szeleknek, erdő, esőnek, hónap, fellegeknek, de nincsen ború örökké való. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem a földnek, hogy csak teremjen, a sáskarágja is le a vetés, a vakon túlja is a gyökeret, mert törvényei, hát a világ fölött törködik a rend, és nem vész magja a nemes gabonának, de híresem lesz egykor a csalának, az idő lemarja a gyomot. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem az erdőnek, ne féljen, ha csattog is a baltások fada, mert erősebb a baltánon a fa, és a vérző csontból virradó tavaszra új erdő sarja közvetlenesen. És még mindig lesznek fák, mikor a rozsda, a gyilkos vasat rég felhalta már, és a sújtókéz is szent jóvátétellel hasznos anyaggá vált a föld alatt. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem a háznak már felnevelt, ha egyenlővé teszik is a földet, jönnek majd újra boldog építők, és kiássák a fundamentumot. Az erkölcs hófehér kövére emelnek falat, tetőt, templomot. Jön majd ezer új kőműves kelemen, ki nem hamuval és nem embervéle, köti meg a békesség falát, de szentelt vízzel és búzakenyérrel épít a régi kőből új hazát. Üzenem a háznak már felnevel, hogy a fundamentum Istentől való, és Istentől való az akarat, mert újra építi a falat. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem a jó barátimnak, kik megtagadják ma a nevemet, ha fordul egyet újra a kerék, én akkor is a jó barátok leszek, és nem lesz gyűlölet, harag, kezet fogunk, és megyünk, és leszünk. Egy cél és egy akarat. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem mindenkinek, testvérnek, rokonnak, idegennek, gonosznak, jónak és alávalónak, annak, akit a fájás üz, és annak, kinek kezéhez vércsöppek tapadnak. Vigyázzatok és imádkozzatok, mert valahol fönn a magasség alatt mozdulnak már lassan a csillagok, és a víz szalad, csak a kő marad, a kő marad. Maradnak az igazok és a jók, a tiszták és a békességesek, erdők, hegyek, tanok és emberek. Jól gondolja meg, ki mit cselekszik. Vigasszák már az égen a rostát, és a csillagok tengelyét orajozzák szorgalmas angyalok. És leszen csillagfordulás megint, s miként hirdeti a Biblia, megmérettetik az embernek fia. És ki mint vetett, azonképpen arat, mert elfut a víz,
és csak a kő marad, de a kő marad. Ott, ahol ringatott édesanyám, ott, ahol egykoron vigyáztak rám, ahol a csillagok ragyogtak rám, ott van az én hazám. Nyíló virágok az utamon, bánatos a szívem, nincsen otthonom, bármerre járok, minden idegen, majd visszatérek egyszer, tudom. Járok az úton a rögök között, nem tudok kitírni sorsom előtt, tudom, hogy valahol várnak még rám, szeretnek ott, ahol ringatott édesanyám, ott, ahol egykoron vigyáztak rám, ahol a csillagok ragyogtak rám, ott van az én hazám. Ott van az én hazám. Utókor átkozza, amikor már elment.
Örködünk, vigyázunk erre a világra, csak így száll ránk az Isten áldása. Teremtsünk jobb jövőt, kik utánunk jönnek, szeretetben élve boldogok legyenek. Csak egy életet élünk, az is ilyen rövid, hogy mindent elérhet, soha, soha nem. Üres kézzel jöttünk, úgy is megyünk innen, hát szeressük egymást és a világról minden. Yeah.
Újatok levelek, recsettek el engem.
Édesanyám, inkább menjél, majd a lába, menjél.
Hosszú életet, hogy ezt a munkát így tudjad folytatni. Mi nagyon sok területen találkozunk, nagyon sok szál köt össze bennünket. Így kellene valamennyi klubnak dolgozni, ahogy a MESZTI csináljátok. Sok jó egészséget kívánok, utólag négy napodra minden jót! Sok jó szavalást kívánok! Nagyon szépen megköszönjük ezt a köszöntőt. Hát ritkán van az embernek ilyen köszöntőben része, ugyanis velük többször találkoztunk már Veszprémbe értekezleten, és mondjam azt, hogy nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, és nagyon nagy öröm az, hogy ők velünk töltik ezt az estét. Köszönjük szépen! Csak egy gyerek.